Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, életműdíjas előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csókolom, üdvözlöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét, és köszönöm szépen a meghívást. Számtalanszor volt más stúdiónk vendége, és mindig egy más oldalról, egy másik irányból szoktunk beszélgetni. Most viszont az előadó művészi pályája, amit kibontunk. Hogyan indult, melyek a kezdetek? Katona koromban a katonatársak mondták, hogy nekik nagyon tetszik, ahogy én a magyar nótákat énekelem, hiszen ott mindig énekeltünk, érdekes, az még más világ volt. Na a lényeg, hogy mondták, hogy szerintük ezzel foglalkoznom kéne, de én is úgy éreztem, hát előtte már zenéltünk, zenekarban, itthon Karcagon, jó kis együttesünk volt, a Seri együttes, és utána elhatároztam, hogy Vörössárinál kezdek el Budapesten tanulni. Jártam is Budapesten az OSZK-t központi stúdióba évekig, és ott szereztem meg a minőségi, tehát a legmagasabb minőségű működési engedélyt, amivel utána egy időben indultak a rádió felvételeim, hiszen ott a vizsgán jelen volt a rádiónak az egyik szerkesztője, Máder László úr, aki meglátta bennem a fantáziát, meglátta a tehetséget, és azt mondta, hogy körülbelül egy-két héten belül már a rádió stúdióban voltam. Az a felvétel nagyon jól sikerült, és utána pedig behívtak, hogy még egy következő felvétel, amit már zésítenek, tehát ami már az örök időkre le van konzerválva. És most mióta voltam fönt riporton a Dankó Rádiónál, én akkor tudtam meg, hogy közel 100, sőt most már 100-at is meghaladja azoknak a daloknak a száma, amik bent vannak nekem a rádióban, és bármikor elővehetőek. Úgyhogy valahogy így indult el a pálya, rádió, aztán hamarosan jöttek a tévé felvételek, M1 műsorom például, önálló műsorom is volt 1998-ban, amit ifjú Járóka Sándor kísért. A kezdetekhez visszanyúlva, nyilván ez egy Isten adta tehetség, amit az ember képez nyilván az idők folyamán, de a családban volt zenész, vagy akinek köze volt a zenei pályafutáshoz bármilyen formában is? Közel nem volt a zenei pályafutáshoz senki, tudtommal, de jó hangja volt édesapámnak, édesanyámnak is. És hát valahogy bennünk a húgommal együtt valahogy éreztük, hogy mi halljuk, jól halljuk, jól tudjuk elő, hangunk is aránylag megfelelő a különböző műfajokhoz, és hát így lett az, hogy ebbe egyáltalán elindultunk, meg hát a zenekarral előtte már mi sokat gyakoroltunk, tehát ott azért már kijöttek a jó hallás, meg a jó hang dolgok, és hát így van az, hogy már 36 éve vagyok a szakmában és a rádióban. Mit rejt ez a 36 év? Milyen értelemben, hogy mit rejt? Hát adódik a kérdés, hogy nyilván itt rengeteg fellépés lehetett. Fellépést. Akár televíziós, ahogyan beszéltünk, rádiós megjelenés. Mi történt a szakmában az elmúlt 36 év alatt? Az elmúlt 36 évben, hogy tetszett kérdezni, hogy mit rejt, hát rengeteg kedvességet, sikert, szeretetet az emberek részéről, figyelmet a szerkesztők részéről, mert ez nagyon fontos nekünk, hiszen úgy kerülünk be a különböző műsorokba. És hát nagyon szívesen eleget teszünk különböző meghívásoknak, de mindig gondolunk a jótékonykodásra is, ezt különösen a húgommal, Andival szoktuk gyakorolni az óvodáknak, Karcagon nagyon sokszor évtizedek óta adtunk ingyenes jótékony műsort, és ezért kaptunk is tőlük egy nagyon kedves elismerést az óvoda vezetését, az óvoda alapítványától, aminek nagyon örülünk, és ezúton is szeretném megköszönni. Úgyhogy nagyon sok rétű a előadó művészi pálya, hiszen persze vannak benne rosszabb időszakok és buktatók is, de inkább több a siker. Már tett említést arra, hogy rendkívül sok rádió és televíziós szereplése is volt. Kicsit avassuk be a nézőket abba, hogy milyennek a háttere, hogyan zajlanak, és melyek voltak ezek a megjelenések. Egy rádió felvételnél eléggé izgalmas dolog, ugye, mert már mikor belépek a stúdióba, ott ül egy 12 tagú cigányzenekar, nagyon profi zenészekről van szó, tehát akik már
5-6 éves korukban hegedű, meg a cimbalom, meg a brácsa közelében vannak, mint kisgyermek, és azóta ők folyamatosan gyakorolnak, és egy nagyon magas szintre eljutnak a zene művelésében. Aztán egy üvegfal mögött ott ül a hangmérnök, ott ül a technika, tehát akik ott ül a rendező, a szerkesztő ott ül, akik megmondják, hogy eleve már ugye, mikor megkapom a meghívást, megszabják, hogy milyen dalokat gondoltak. Ők ezt gondoltak, 4-et adnak mondjuk, vagy 5-öt. Például a Füredi Anna Bál, azt ők kérték, hogy legyen rajta a felvételen, cigányzenekaros felvétellel. És akkor én is írjak hozzá néhányat, amit gondolok. És akkor elkezdjük a dalokat, szépen bejátsza a zenekar a előzenét, és elkezdjük, lelénekelem, egyszer, esetleg kétszer, valami kis hiba, mit tudom én, nyikkan egyet a cimbalomnak a lápedálja, vagy bármilyen zörgés benne adódhat. Van, akkor már meg kell ismételni, de általában jól szokott sikerülni, és elég gyorsan felveszük a dalokat, amik aztán zésítésre kerülnek szintén, és játsza most már a Dankó Rádió. Nem csak városunkban és a térségben vállal számos fellépést, hanem határon kívülre is hívják. Mit lehet erről tudni? Nagyon nagy élmény volt Ausztráliában 2 alkalommal kint lenni. Első alkalommal 4 hónapot töltöttünk ott kollégáimmal, kolléganőmmel. Második alkalommal 1,5 hónapot voltam kint. Hát ennek már most nem is tudom hány éve, 2004-ben volt az utolsó alkalom. Azóta hívtak néhányszor, de itthon megvoltak azok a lehetőségek, hogy nem láttam különösebben fontosnak, hogy olyan messzire még egyszer elmenjek, bár nagyon-nagyon szép ország, nagyon csábító egyébként, és az ottani magyarok is nagyon kedvesek. Ez volt tehát Ausztrália, de Svédországban is voltam kint, Katalin napi bálra hívtak meg kedves ismerősök. Említhetném itt Oroszországot, egy volt osztálytársam meghívására. Kérdeztem tőle, hogy te mit énekeljek én az oroszoknak? Hát azt mondja, amit szoktál, ugyanazt. És fantasztikus volt átélni azt a varást, ahogy a csárdások, a mulatós csárdások a műsor végén mennyire átjöttek az orosz közönségnek. Úgyhogy óriási ováció volt, mintha értették volna, hogy miről énekelek, nem értették, de a dallama és a stílusa, a ritmusa, az íze, az átment nekik. Igen, szokták mondani, hogy a zene összeköti az embereket, és akkor erre... Így van, ez... a zene az nemzetközi, így van. Ez példa. Ahogyan már bemutattam, a Felkomban életműdíjat kapott, de egyéb díjazása is vannak. Hogyan fogadta annak idején ezt az életműdíjat és magát, amikor az ember egy ilyen elismerésben részesül, mit jelent a számára, illetve milyen újabb célokat tud ezáltal kitűzni? Óriási elismerés, nagyon váratlanul ért a dolog. Egyébként Berekfürdőn adta át Nógrádi Tóth István, a Magyar Nóta Szerzők és Nóta Énekesek Országos Egyesületének az akkori elnöke. Ott több ezer ember előtt a strandon volt egy cigányzenekaros műsorunk, és megtette kedves kollégám Nógrádi Tóth István, hogy eljött oda, és ott a színpadon adta át ezt az életműdíjat. További cselekedete, további művészetre ösztönzi az embert, illetve az a jóleső érzés, az az elismerése annak a 30-valahány évnek, amit a szakmában eltöltött, és elismerése annak a színvonalnak, amit sikerült teljesíteni. Nem csak televíziós, rádiós megjelenései vannak, hanem az írott sajtóban is több alkalommal szerepel, folyóiratokban, beszéljünk most egy utóbbiról. Igen, nagyon sokszor van riport velem évente több alkalommal, mondhatom az Új Néplapban, ami Karcagon is terjesztésre kerül. Sőt, most tervezünk, most a napokban lesz egy úgynevezett podcast felvételünk az Új Néplapnak az online oldalán. Úgyhogy ez egy teljesen új és érdekes dolog lesz, egy új megjelenés lesz. Illetve alkalmi dolgokról is tudok beszámolni. Ez a Lámpás című lap, ez egy ritkán megjelenő, nem tudom pontosan, ez a 2022-es negyedik szám, tehát gondolom akkor olyan 3 havonta jelenhet meg, mezőtúri kulturális lap, aminek a szerkesztője volt olyan kedves, és megkeresett engem egy riportra, ahol nagyon egy műsoron kapott el, mondjam így, oda jött hozzám, és akkor kérdezte, hogy szabad-e
egy riportot készíteni, és nagyon választékos stílusban, nagyon pontos ismerettel, azzal kapcsolatosan, tehát velem kapcsolatos pontos ismeretekkel, amiket leír, úgyhogy igazán jól esik. Ez egy kicsi példányszámú lap, de úgy, hogy a Facebookra is fölkerült, hát úgy rengeteg emberhez eljutott, úgyhogy ilyen kiadványok is vannak. Többféle dalokat szokott énekelni. Van amelyik, meg stílusú dalokat, amelyik önhöz a legközelebb áll? Ugye említettét, hogy a testvérével is szokott, gyermekműsorokban is, ódákban népdalokat, táncdalokat. Melyik, ami talán a legközelebb áll az ön szívéhez? Hát egyet nem tudnék kiválasztani, megmondom őszintén, mert egyik szebb, mint a másik, mondjuk, hogyha magyar nótákról gondolkodunk. Örökzöld slágerekből ott van a Füredi Anna, bár eleinte nem voltam odáig érte, de aztán megkedveltem, hiszen rájöttem, hogy a közönség meg annyira szereti, és annyira igénylik, és annyira kell, hogy bevetettem a műsorom, és azóta már meg is kedveltem egyébként, de beszélhetnék több táncdalról is, hiszen az is közel áll én hozzám, illetve itt szeretném megemlíteni a gyermekműsorunkban a saját szerzeményű dalaimat, hiszen a gyermekműsorunk címe Andival, hogy Hello, Hello gyerekek, ez a dal is egy nyitó szám, és ez is a saját szerzeményem, de ott van a boszorkány, három teve, csizmakabát, kalap, stb., úgyhogy van sok. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és a jövőben is nagyon sok sikert kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm, és máskor is szívesen jövök, ha tetszenek hívni.